Sziasztok! A Margaret Island zenekar Balatonihlette dalával elindult a Volt produkció legújabb projektje, a Road Movie. A legnevesebb hazai zenekarokat és előadókat kérték fel arra, hogy írjanak olyan dalokat, amelyekben a hozzájuk leginkább közel álló városok, falvak, utcák, tájak, közösségek vagy akár egy komplett régió elevenedik meg. A szerzők mellett pedig neves zenei és játékfilmes rendezők készítik el a klippeket az adott dalokhoz. Én most épp Fonyód felé tartok, ott van a Balaton! Mert hogy ez a csodás balatoni helyszín ihlette a zenekar dalát. Amúgy pedig nagyjából Balatonboglár környékén járhatok, ami szintén nagyon fontos a Margaret Island történetében. Itt vagyunk Balatonbogláron a Gömb-kilátóval. Ez az egyik leghíresebb hely Balatonbogláron, mi is nagyon-nagyon szeretjük. És a mi életünkben pedig azért fontos, mert mi itt találkoztunk Balatonbogláron egy tehetségkutatón először. A fiúknak is volt egy zenekar, és nekem is volt egy zenekar, és még tök amatőrek voltunk, de jó érzés volt itt zenélni. Szerettem a tehetségkutatókon meghallgatni a többi zenekart, és amikor Vikiék elkezdtek már csak felpakolni a színpadra, meg az első hangokat fengedni, akkor nagyon megfogott a Vikinek a hangja. Pont az volt a bája szerintem, hogy Vikiéknél a dobos hiányzott, és ezért tök zavarban volt az egész zenekar, és a Viki is össze-vissza beszélt. Na jó, a fiúk azok még mindig hisztisek, tehát így nem tudnak beállni fél órán belül. Így van, elnézést. Mínusz két pont. Gratuláltatok, és tökre zavarba voltam, mert hirtelen nem tudtam, hogy így mi történik. Beleégett a retinámba, meg a fülembe az, amit akkor hallottunk, szerintem Bálintal az egy ilyen emlékezetes momentum volt. És egyébként meg arra van Fonyód, innen látom a dombokat, úgyhogy nagyon szép. Perceken belül megérkezem Fonyódra. Egyébként szerintem a balatoni érzéshez annyira hozzátartozik a vonatozás. Hát egész gyerekkoromban mi mindig vonattal érkeztünk meg, és ez annyira megvan nekem, meg szerintem nagyon sok magyar embernek, hogy milyen az, amikor először megpillantjuk a Balatont, azt a nagyon nagy vizet, ott van az a nagy kékség előttünk, és aztán nyilván ezzel a vízzel muszáj kapcsolatba kerülni, fürödni, vízibiciklizni, hajózni, úgyhogy nem csodálkozom, hogy a Margaret Island zenekar végül is úgy döntött, hogy vitorláshajóval mennek át Balatonbogláról Fonyódra. Még nem érzem a járgány. Most megyünk át Bogláról Fonyódra, és megmutatunk pár olyan helyet, ami számunkra nagyon fontos Fonyódon, ahol először koncerteztünk, vagy ahol alkotótáborozni szoktunk. Igen, nagyon sok emlékkel, meg élménnyel kötődünk egyébként a Balatonhoz. Tipforgatásban is már kilőttünk jó pár helyet, forgattunk már a Kári medencében a legszebb szavakat, ott is vitorláson is ültünk, ráadásul kétszer is vitorláshoztunk, mert elmosott minket elsőre az eső. Ezt ilyen SD-áson forgattuk. Igen, és egy bányában. Volt a csónak vezetés, lyukas volt a csónak, és majdnem elmerültünk a Balaton közepén, de végül is azt hőségesen küzdöttünk. És a legelső klipünk a Maniac Marathon az egyszer volt című dalunkat is Fonyódon forgattunk, amiben látszik a Balaton is, úgyhogy tényleg nagyon sok minden kötődik ide. Csak hogy ide fel megkérdezhet, hogy a Balaton mellett mi van, és egyébként a gulács van mellette. Ami az a hegyes, ugye? Igen. És melyik a Bálint hegy? A Bálint hegy az arra van. A vízen a legjobb mindig, nem? Igen.
Hello! Megérkeztem! Szevasztok! Hello! Ciao! Ciao! Ciao. Hello! Szevasztok! Nagyon jó volt, én szeretek vonatozni. Ezt annyira bírom, hogy tényleg föl lehetne bringákat is. Most nem hoztam kerékpárt, hogy nektek kell. Nem bringázunk? De, de. Nekem az annyira hozzátartozik a Balatonhoz. Meg tudjátok, mit szeretném? Lángost! Okay. Van itt lángos? Beszélj, a legjobb lángos van itt. Déli part! Ez a főtér? Itt ez fonyolod? A főtér, igen. Itt loktál te is tínédzser korodban? Valamennyit, igen, inkább az iskolában, de itt van szemben. Jó, oda jártál gimnáziumba? Igen, ide jártam gimibe, úgyhogy itt mindig kávéztak a többiek, meg itt voltak engelés szünetekben. Na, itt van bringa, ó, de jó. Lehet igen. A piros az enyém? Igen, az a személyiségethez passzoló szerintem. Egyébként ti voltatok már a Balaton körül ilyen nagy bringa túrán? Anyukám minden évben megcsinálja, meg a pukámék is, de én még soha nem voltam. Ennek nem az tudom, a Bálint volt. Voltam, igen. Nagyon jó volt. Menjünk lángoshoz, mert akkor előre letekerjük a jó, lángos, okay. Együnk. Mutasd az utat, mutasd be fonyódot, Viki. Akkor itt teszünk lángost? Igen. Szia! Sziasztok! Hello! Sziasztok. Jaj, de jó, már lehet érezni a lángos illatát. Hát én ezzel klasszik, sajtos tejfölös az. Fokhagymás. Fokhagymás, azt én nem tudom. Együnk, nem? Igen? Együnk, az a bátorság. Na. Szóval a második felépésünk életünkben itt volt velünk szemben. Pont itt? De igen, ezen a teraszon? Ezen a teraszon volt, most igen. Hol vagyunk pontosan? Bélatelepen vagyunk a strandon. És a Bélatelep az Fonyód része? Fonyód Bélatelep, így volt régen, igen. Fonyód Bélatelep, csak már külön. És akkor te Fonyódi vagy Bélatelepi? Hát én itt lakok fenn igazából, úgyhogy lehetnék Bélatelepi is, de Fonyódi vagyok. Választhatsz. Mind a kettő egyszerre. És hány ember volt azon a koncerten? Nem tudom. 30-40 volt ilyen. Szerintem sok mondat. Hát ez már nagyon is. A strandolók. A strandolók voltak. Saját számokat játszottatok? Is, igen, igen, igen. 3-4 saját. Mi volt a gázsi? Lángos. Nyilván lángos. És akkor te balatoni gyerek vagy, az mindig egy picit más, mert igen. Nyilván akkor te Balaton minden arcát, minden évszakhoz kötődő arcát ismered. Korcsolyáztál is régen? Abszolút, téli Balaton? Felszám. Az annyira jó. Uh-huh. Nektek mi a Balaton? Ti mondjuk gyerekkorotokban jártatok a Balcsira? Persze, abszolút voltunk Lellén, Zánkán, mi apukámékkal minden évben jöttünk le, de amióta együtt zenélünk, Viki megmutatta nekünk a téli oldalát, és az egyáltalán nem volt meg, amikor nyugi van, meg üresek az utcák, és én azt is tökre megszerettem. Igen, egészen más hangulata van. Igen, nekünk is a családdal, hogy Balaton Lelle volt az ilyen fix. Balaton Lelle? Igen. És vitorláztatok? Igen. Azt is? Sokan. Egyszer nagyon szeretném megcsinálni a jogsit, tök jó lenne tudni egyedül is akár kimenni a vízre, az ilyen olyasmi lehet, mint a síelés, csak nyáron mondjuk, hogy annyira szabadságérzet, meg csak mész. Mondjuk én most is jártok Balcsira? Hát szerintem igazából csak velem. Csak Vikivel. Igen. Most már mindig ide jöttök? Ide jövünk most már, ez lett a törzshelyünk. Mert itt játszottunk rengeteget a környéken. Jó a lángos. Jó? Nem, kifejezetten finom amúgy. Ha valaki a Balatonnál van, akkor a kihagyhatatlan vízi biciklizés. Mi tavaly a Strandfesztiválon nem vízi biciklizhetünk, úgyhogy most bepótoljuk. Majdnem olyan jó, mint a vitorlázás. Itt
fejünk Konyordon, ahol ugye felnőttem, meg ahol nagyon-nagyon sokat jöttünk már a srácokkal. És itt van egy pokor, ahol minden évben fotózkodtunk eddig a zenekartagokkal. Az első koncertünk előtt csináltunk itt hárman egy képet ezzel a bokorral, és utána minden évben, amikor visszatértünk ide egyre nagyobb és nagyobb csapattal, akkor megismételtük ezt a fotót, és megvan így kronológiailag, igen, hogy hogyan növekedtünk. És azóta is volt itt kerti parti, bulizás, zeneírás, meg mindenféle. Tényleg semmi nem változott, talán egy sorral több szék volt, de teltházat csináltunk egyébként, életünk első koncertján. De ezt mi szerveztük, nem? Vagy mi találtuk ki? Vagy anyukád. Anyukám? Valahogy, nem? Arra emlékszem, hogy lent voltunk Fonyódon, lejöttünk pihenni, zenélgetni, és akkor én úgy emlékszem, hogy anyukád mondta, hogy mi lenne, hogyha fellépnénk a múzeumban, és az ilyen teljesen ad-hoc jelleggel lett meghirdetve. Ott vagyunk, ahol igazából alkotótáborozni szoktunk itt Fonyódon. Nagyon szerettünk itt mindig alkotni, zenét írni közösen, mert teljesen más hangulatba tudunk kerülni, szerintem, amikor nem az van, hogy mondjuk csak stúdiózunk napközben, aztán mindenki hazamegy a kis kiszúgába, hanem így együtt tudjuk ezt az időt tartalmasan, meg értelmesen eltölteni. Egyértelmű volt nekem, hogy ide jövünk vissza, mert tudom, hogy ennek a helynek volt már nagyon-nagyon régen előtte is egy olyan atmoszférája, hogy tök jó volt itt lenni, alkotni, meg itt mindig volt zene. Tehát, hogy ebben a házban mindig történt valami zenélés, és ez jó volt megmutatni nekik is, meg jó érzés volt, hogy azért bevált nekünk. Igazából az nehéz, amikor nem vagyok itt. Nekem nagyon-nagyon hiányzik, meg hát eleve, amikor ugye az M7-essel jövünk lefele, akkor nekem már így jönnek az érzések, hogy én idevaló vagyok, meg hogy itt tényleg minden zegzugot ismerek. Ugye, aki Magyarországról beszél, az általában azt mondja, hogy a Balaton az igazából ugyanaz, mint Budapest, nyitottságra, meg fejlődésbe, meg így nagyon sok mindenre, csak mégis vidéken van, és mégis van egy más környezet. Ugye én eleve úgy nőttem fel, hogy mindig nyaraltattunk, mindig jöttek a külföldi emberkék, és akkor németül kellett beszélni mindenkivel. Ez tényleg egy nagyon-nagyon jó gyerekkorom volt itt, és nagyon hálás vagyok azért, hogy itt nőttem fel, mert tényleg olyan élmények értek, hogy ugyanúgy megélhettem azt, hogy zajlik az élet, és pezseg, meg ugyanúgy az állatokhoz mehettem lovagolni, vagy voltak tehenek, vagy volt olyan osztatásom, akinek itt van tanyája, nem messze. Tehát, hogy valahogy így egyensúlyban volt a kettő dolog egymásra, és az itt tök jó volt. Amióta van a Margaret Island, vagy amióta itt is ismerik, hogy zenészek lettünk, sokan oda jönnek, hogy jaj, még emlékszel rám, vagy tudod, hogy ki vagyok, és így persze, hogy emlékszek mindenkire, vagy hogy bennem így nem változott semmi, hanem inkább azt veszük észre, hogy körülöttünk az embereknek a viszonya hozzánk változott, és igazából ezt próbáltuk megfogalmazni, hogy ezzel indítjuk a dalt, hogy mi tényleg nem változtunk, hogy ugyanaz a lényeg, ugyanúgy zenélünk, csak a körülmények lettek körülöttünk másak. Nekem ugye mindig is ez lesz az, ahol így igazán így otthonnak tudom nevezni ezt a helyet. A házszám nincs sehol, az pedig az, hogy szerintem most már a fiúk is úgy érzik, hogy itt azért így eléggé át lehet járni, elég otthonosan lehet mozogni, mert szinte mindenki ismer mindenkit, és mindenki tud jó fej lenni a másikkal, és hogy tök mindegy, hogy hol vagy, hanem ez egy légtér, vagy egy tér, ahol így el vannak az emberek itt a Balaton déli partján. Jön az este, jön az éjjel, mi még egy lapáttal ráteszünk.
Sziasztok, itt vagyunk a Road Movies dalunknak a forgatásán. Ez az első napunk, egyébként a dal címe házszámlet, ezt most már megegyeztünk a fiúkkal, lebartoleztük, hogy ez a végleges, úgyhogy remélem, hogy nektek is tetszeni fog. Úgy állítottuk össze az összes outfitet, hogy egy minimálisan így vissza tudjuk hozni ezt az ilyen balatoni retro feelinget. Nézd, nyugodj meg, arccal, és csak beemeld és belearapsz, jó? Kamera vett be virangot amúgy egyébként. Az egész klipnek a koncepciójában egy ilyen nagyon fontos irányvonalat jelent a kaleidoszkóp, és valójában analógba építettünk egy ilyen nagyobb mértékű kaleidoszkópot, amiben belementünk a kamerával, és ezzel rögzítettünk két snittet. Forgatásnak nem tudom, 10x. órájában vagyunk éppen, és most vesszük fel az első buszos jelenetünket. Ez egy nagyon különleges és nagyon lényeges pontja az egész projektnek, mivel ez az összekötő kapocs az összes klipnél. Hány éves most a zenekar? 5. Hát, nagyon szép kerekéfordul. Az első jubileum, nem? Igen, egyébként tényleg az első jubileum, mert nagyon-nagyon sok minden. Tehát ugye szokták mondani, hogy ja, tényleg csak 5 évesek vagytok, mert olyan, mintha már 10-15 éve lenne a zenekar, mert elég sok minden történt velünk az elmúlt 5 évben. De egyébként azt megfejtettétek végül is, hogy ti miért futottatok be olyan gyorsan? Fogalmunk azon kívül, sincs. Hogy jók vagytok. De fogalmunk sincs. Meg talán nem is a mi feladatunk ezen gondolkodni. De volt benne valami tudatosság? Tehát ti azt mondtad, hogy így és így kell zenélni, és akkor az ember biztos sikeres lesz. Igen, szerintem maga a zenélés. Jó, hogy egyet értetek. Szerintem maga a zenélésben nincs tudatosság, azt csináljuk, amit a legjobban szeretünk, meg szeretnénk csinálni, viszont onnantól kezdve, hogy van egy dalunk, vagy van egy lemezünk, akkor utána mindent megteszünk azért, hogy utána már csak a szerencsém múljon az, hogy mi merre tudunk építkezni. Mi volt az első igazi sláger, ami a mai napig megvan? Hát a Nem voltál jó című dalunk, és az első volt, ami igazából meghozta az áttörést, ezt pont múltkor emlegettük fel, hogy nem tudom, hogy novemberben kezdték el játszani a rádiók, és utána elvonultunk szünetre egy kicsit, és onnan február, amikor elkezdődött a klubszezon, akkor hirtelen azt vettük észre, hogy csomóan vannak a koncertjeink, amikor korábban nem volt. Szóval egy ilyen tökéletes váltás volt. A dalokat volt. Igen. Egyik pillanatról a másikra kicsit megváltozott az életünk akkor. És voltak nehezebb időszakok? Volt azért, amikor nem ment? Hát még odaig nem jutottunk el. Akkor így megalakultatok és egyből egyenes évben fejlődtetek. Szerintem majd talán a jövő évtől, vagy nem tudom. Hát vagy akár az idei évünk, hogy mondjuk ezt megőrizni, meg szinten tartani, szerintem az már legalább akkor a feladat, mint ideig eljutni, hogy tudsz aktuális maradni, hogy tudsz érdekes maradni, nem? Ebből az öt évből szerintem az volt a legdurább, hogy ugye mi hárman indultunk innen, de most meg már ilyen 18-20-an megyünk három busszal fellépni, úgyhogy most már nem csak saját magunkért felelünk, hanem nagyon sok más családért, vagy nagyon-nagyon sok más emberrel, és igazából ezt volt nehéz feldolgozni, szerintem, hogy felelősséget kell vállalnunk a tetteinket, igen, vagy azért, ahogy dolgozunk. Mondjuk itt utca zenéltünk Fonyodonál az aluljáróban, az egész más volt még ilyen szempontból. Igen. Az hogy kezdődött? Kinek volt az ötlete? Szerintem az enyém. Nem, hát nyilván még nagyon az elején voltunk, senki nem ismert minket, szóval nem volt mit kockáztatni, meg én előtte is utcazon éltem, mert az előző zenekarommal, úgyhogy ez így jó lesz. Nekünk ez ismeretlen volt. Igen, és izgultunk nagyon. Kívül eső dolog volt akkor, hogy kimenni, és csak így pőrén elkezdeni zenélni, és aztán amikében rászoktatott minket. És a mai napig amúgy szeretjük ezt így elővenni, mert amikor nincs meg a színpad, közönség, nem tudom, szituáció, akkor egész más dolgok tudnak kijönni belőlünk szerintem. Eső vagyik, veled akarni.
itt vagyunk majdon a szép látóban, ami egy kilátó egyébként, és a fiúk még nem voltak itt, úgyhogy tök jó, hogy ezt is meg tudtuk nekik mutatni, és innen a déli partról a legszebb a kilátás szerintem, és azért szeretem ezt a helyet még, mert nagyon, nagyon jó aktív pihenésre és kikapcsolódásra, és mivel rengeteg túraútvonal van, és tök sokat lehet itt az erdőbe barangolni, és ilyen szép kis kilátókra lel az ember. Ráadásul szerintem, hogyha pont arra nézünk ott szemben, az a Szigligeti vár ott. Igen, yeah. Egyébként igen. És pontot játszottunk. És pontot játszottunk a két hete. Igen. Azt mondod, változtam, és egy darab múlt sincs a mostomban pedig. Ahol a szívem régen volt, azóta is pont ott van. S úgy dobban, ha eszembe jut, ahogy megígérjük, hogy jók leszünk. Jön az este, jön az éjjel, mi még egy lapáttal ráteszünk. Felráz a levegő, és elsodor a szél. Sehol, itt minden az otthonom. A hullámok törik meg, ami szürke és monoton. Házszám nincs sehol, itt minden az otthonom. Ugye a hajnal majd mindent elpakol. Bezár a város, kinyit ez a vidék. Ma is mi adjuk az éjszaka színét. Tópart és az állomás, mindenki itt van, senki más. Úgy táncolok, ahogy én akarok, és észreveszem azt a pillanatot, mikor életre kelt a táj, életre kelt a táj. Feráz a levegő, és elsodor a szél. A gondok előtt pár régi emlékért. Máshol keressük, ami végig bennünk élt.